Amúgy. Igen, az Ajka 5 óra nyert most, azt hallottátok? 5 óra verte meg a kerületet, ezzel kezdünk, igen. Ti most kett, jó, az nem baj, ennek örülök, szoktam örülni. Örülsz neki? Ennek igen. A jövő héten ugye a Ajkát fogadjátok. Kezdjük ezzel akkor, aztán majd belemegyünk utána a mai meccsre. Mit vársz a jövő héten? Hirtelen. A csapat nagyon jó formában van. Aha. Úgy érzem, hogy mi is remek formának örvendünk. Ez megmutatkozott a mai mérkőzésen is, hogy magabiztos sikert arattunk. Igazából már az elmúlt 2-3 hétben Ajka elleni rangadóra is készültünk fejben. Úgy érzem, hogy hazai pályán meg tudjuk őket verni. Mi az, amivel jobbak vagytok, hogy érzed az Ajkánál? Milyen tekintetben? Hogy lehet... Hát ugye ez egy rangadó mérkőzés lesz igazából, ott úgy érzem, hogy lesznek fordulópontok a mérkőzés folyamán, de úgy gondolom, hogy ebben a kombinatív játékban tudjuk őket megverni. Akkor térjünk rá a mai mérkőzésre. Hogyan készültetek a pénzügyre, nem volt-e valami különösebb? Zárt védekezésre készültünk, ami igazából be is bizonyosodott. Szerencsére a mérkőzés elején, azt hiszem 15. percben sikerült megszerezni a vezetést, onnantól kezdve... És te rúgtad a gólt az érdem kell. Hála Istennek, én sikerült betalálnom egy hosszú böjt után. Ugye utána általában a védekező csapat megszokott egy kicsit nyílni, voltak is utána lehetőségeink. Talán illett volna egyet-kettőt még rúgni, de nem bánom ezt a 2-0-ás. Szerintem ez már az ősszel is egy kemény meccset játszottatok a pénzügyőrrel, hogy jól emlékszem, ott 9 emberre sikerült végül nyernetek. Most egy kicsit más meccs volt, de szerintem elég színvonalas mérkőzés volt, jól hoztátok fel a labdát több esetben, úgy szemrevaló volt a csapatjátéka. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen remek környezetben, ami itt van a pénzügyőrné, azt gondolom, hogy nagyon rosszul játszani nem is lehet, mert tényleg olyan pálya volt, ami elég ritka ebbe az osztályba, tisztelet a kivételnek. Ugye ennek is tudható be azt, hogy azért folyamatos volt a játék. Ki volt az, aki a legjobb volt? Saját magadon kívül a csapatban, aki a Kaposvárból, aki a legjobban teljesített ma. Úgy érzem, hogy a védelem az nagyon jól zárt, egy komolyabb gát, egy-két komolyabb sansza volt az ellenfélnek, de a védelem az remekül hozta saját magát, ugye nagyon kevés gólt kaptunk az elmúlt időszakban, úgyhogy én azzal nagyon meg vagyok elégedve, de így összességében ugye a csapatvédekezés az ugye előről indul, a támadás meg ugye a kapustól és a védőktől, úgyhogy az egész csapat egyébként egy ilyen jó teljesítmény nyújtott. Egy kicsit előre szaladunk, ugye most még a jövő héten beszéltünk róla, hogy a Ajka következik, de hogyha netán megnyeritek a bajnokságot, hogy látod, hogy mennyire érett ez a csapat az NB2-re? Én azt gondolom, hogy a Kaposvár, ugye alapvetően amikor idejöttem, én úgy azért döntöttem a Kaposvár mellett, mert a Kaposvár az egy patinás klub, van múltja az első osztályban, és úgy érzem, hogy minimum a másodosztályban a helye. Ez a csapat véleményem szerint most NB2 középcsapat lenne. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és jó meccset kívánok a jövő hétre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd fölteszem, hogy...